Megtekinthették a kiállított agrárprecíziós eszközöket, drónokat és felmerülő kérdéseiket is megvitathatták a jelenlevők azon a rendezvényen, amelyet a Közép-Dunamenti Kiemelt Térség Agrárszektor Fejlesztése elnevezésű projekt zárásaként tartottak június 28-án az Erzsébet nagy szállodában. A projekt ötletgazdája a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem volt. Egy komplex és átfogó agrár-vidékfejlesztési program kidolgozásával egyeztünk meg még Süli János akkori miniszter úrral, és nyilván a Paks és térség adta magát, hiszen itt zajlik egy olyan fejlesztés, energetikai fejlesztés, ami kihatással van a térség egész működésére, a településeknek az életére, és ehhez szerettünk volna egy önértékajánlatot adni, egy komplex fejlesztési programot kidolgozni, ami ezt a megváltozó körülményt, a megváltozó körülményhez való igazodást is tudja segíteni. 21. századi csúcs technológiai megoldások ezek, amelyek helyben történő élelmiszer előállítást, precíziós technológiák alkalmazását jelentik, és mintául szolgálhatnak az ország más régiói számára. Süli János országgyűlési képviselő szerint a 99 települést magában foglaló térség mezőgazdasága tekintetében vannak lemaradások. Az volt az elképzelésünk, hogy ezt a lemaradást az atomerőműépítés kapcsán a Közép-Dunamenti Kiemelt Térség Fejlesztési Tanács közreműködésével húzni kell magunk után, és ennek keretében láttunk olyan alkalmazásokat, amivel a mezőgazdasági termel, hisz mégiscsak ez a régió az ipart leszámítva, ami van, mert ugye járműiparhoz kapcsolódó, villamosenergiaiparhoz kapcsolódó, mint Paks van a régióban, de alapvetően mégiscsak egy mezőgazdasági térség, és ennek szeretnénk versenyképessé tételébe közreműködni. A Közép-Dunamenti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Fejlesztési dokumentumaiban fontos helyet foglalnak el a mezőgazdasági intézkedések a kiemelt térségre vonatkozóan. A mezőgazdaságnak világszinten kihívásoknak kell megfelelnie. A precíziós technológia egy válasz a klímaváltozásokra, aszályos kérdésekre, öntözési kérdések megoldására, a mai napon ugye bemutatott Farmers of Management alkalmazásával, a drónokkal sokkal egyszerűbbé válik ugye a permetezések, az öntözési lehetőségek, és egyszerűen át kell állni a munkaerőhiány, a folyamatos munkaerőhiány miatt ugye a precíziós IT alapú technológia az szintén egy lehetőséget kínál arra, hogy mégis ugyanazt a terméket jobb hatásfokkal, eredményesebben a térségben meg lehessen termelni. Az ügyvezető szerint a mintagazdaságok nyitottak voltak erre a technológiára. A térségben nagy arányban tevékenykedő gazdák, őstermelők segítséget is kapnak a precíziós technológiák bevezetéséhez az egyetem szakembereitől.